Szóval ez a történet az 1700-as évek közepén kezdődött. Az én 9 generációval ezelőtt élt ősem, Pespiris Solt vármegye akkori alispánja kapta adomány birtokul gyónnak egy negyedét, és az 1750-es évektől kezdve telepedett itt le. Ő építette ezt a házat, Pest megye első kúriája egyébként. És hát aztán a családban ugye öröklődött tovább, vannak rendje módja szerint, míg nem a 50-es évek elején, ugyancsak annak rendje módja szerint nagyapámtól elvették a államosítás során. 2012. decemberében a város visszaadta édesapámnak ezt az épületet. Ezzel kezdődött tulajdonképpen a Gyóni Majornak a története. Ez a fiamnak a részlege egyébként, aki ezt menedzseli. Mivel semmiféle eszközünk nem volt, és különösebb tőkét sem állt rendelkezésünkre beruházásokhoz, valami olyan tevékenységet, olyan növényt kerestem, ami hát legalábbis azzal a reménnyel kecsegtett, hogy azon felül, hogy gazdaságosan termeszthető, netán még valami fejlesztési alapot is teremthet előbb-utóbb. És így találtunk rá az édes burgonyára, vagy más néven batátára. Ide azért illik ebbe a gazdaságban, mert kézi munka igényes, és nekünk amúgy sincs gépünk. Ezek a fiatal csemeték, meg a mögöttem látható fiatal gyümölcsös, az nem csak egy vegyes gyümölcsös, hanem egyúttal tulajdonképpen egyfajta gyűjtemény, egyfajta génbank is. Néhány évvel ezelőtt a Fülöp Sándor, a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa indított egy programot a Kárpát-medencében őshonos gyümölcsfajtáknak a megmentésére és megőrzésére. Ennek jegyében ültettük ezt a gyümölcsöst, 76 fajta Kárpát-medencében őshonos gyümölcs van benne, különféle fajból természetesen, medgyek, cseresznyék, szilvák, őszi barackok, sárga barackok, almák, körték, birsek, egyebek alkotják.